köszöntöm Békés Város intézményeinek, civil szervezeteinek, megjelenő vezetőit, képviselőit, a média megjelenő képviselőit. Az előző percekben ismeretlen szerzőtől a Fanfár című művét hallhatták az Alapfokú Vezető Iskola két növendékének, Szilágyi Gábornak és Kovács Bálintnak az előadásában, felkészítőjük az Alapfokú Vezető Iskola tanára, Pídó Tamás volt. Megkívánom Szekő Katalin, a Békés Újság főszerkesztőjét, hogy fáradjon fel az emelnire, és nyissen meg a figyelmére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kiállítás látogató kultúrabarátok! Köszöntöm Önöket a Márvány fotóműhely újabb békési kiállításán, a Fókuszban az ember című tárgyat megnyitom. A fotóműhelyt 1997-ben olyan fotósok alapították meg, akik a Békés Csabai Fotóklubban korábban már együtt dolgoztak, de onnan saját útjukat, egyéni hangjukat keresve kiléptek. Jelentős tény a műhely életében, mindennapi működésében, hogy 2002 óta a mai nevén Csaba György Kulturális Központ Lencsési Közösségi Házában folyik klubéletük, ahol hetente találkoznak. Élénk klubéletet élnek, nagy tagsággal. Megalakulás után kezdetben a fekete-fehér és színes filmes technika volt előtérben, aztán persze a kor haladásával, újításaival haladva a digitális technika leghangsúlyos. Bizonyára robban büszkék rám, hogy 2017-ben kiemelkedő közösségi és szakmai munkájukért a Csaba György közösségi díj elismerését kapták meg, ehhez gratulálok. Közel áll a szívemhez a fotósuliuk ötlete, a rutintalon a fiatalabb generációt megcélozva. De azt is kedvelem Önökben, márványosokban, tisztelt megjelent tagok, hogy milyen aktív klubtevékenységet folytatnak. Más megyei és távolabbi fotóklubokkal ápolnak kiváló kapcsolatot, a botladozó békési fotóklubbal is, továbbá kirándulások, szakmai találkozók, előadások, workshopok, műtermi fotózások és a szezonzáró bulik mind-mind a közösségüket építik. Minden hobbi fotósnál fontosak a megmérettetések, hogy visszaigazolás nyerjen a befektetett munkájuk, mert tudják, hogy a szakértő, fotóművészek hogyan vélekednek egy-egy az alkotója szerint jónak vélt fotográfiáról. Ilyen megmérettetésekre, versenyeken, pályázatokon múlik, illetve nyílik mód, melyekkel igen aktívak a márványos klubtagok. Belföldön, sőt külföldön is indulnak. Sőt, a fotóműhely maga is szervez egyféléket. Egyike a csak tiszta forrásban elemezésű pályázat, másik pedig a Csabai Digiporáma pályázat, amely a digitális képek film etüdjeinek ismert seregszemléje, országhatáron belül és kívül is mindkettő egyre ismertebb. A klubtagok közül jelenleg már 4-en rendelkeznek a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, MAFOSZ által adományozható a Szövetség Fotóművésze minősítéssel. A legutóbbi éppen most szombaton vehették át, ez is gondolom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Katona Péter klubvezető munkája nagy mértékben hozzájárul, hogy városunkban is így Békésen évről évre láthatjuk a megyeszékely pezsgő fotós élete szereplőinek legjobb alkotásait. Elhozzák aktuális klub kollekciójukat ide, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központba, ahogy a ma is. 36 alkotó, 36 fotója került a falakra, itt a Kápolna teremben. Irigylésre méltónak találom, hogy milyen sokan élnek felgyorsult, zaklatott, sok mindenre kevés időt szánó korunkban is a Márvány fotóművei adta lehetőségekkel. A már említett lehetőségeken kívül leginkább szerintem azzal, hogy találkozásaikon egymástól tanuljanak. Hogy a fotográfiából, amely téma bizonyára kimeríthetetlen, minél több tudást halmozzanak fel. Bizonyára nem könnyű, több tíz eltérő nemű, korú, tudásszintű, művészi hitvallású, célú szemét összetartani, és ezért is a klubvezetést illeti a dicséret. Kedves megjelentek, természetesen szólni kívánok a mai kiállításról is. Először is a címéről, melyben a fókuszban szó különösen tetszik, hiszen egy fotókiállítás esetében ezt szó szerint kell értenünk. Hogy mi kerül az objektív lencse közepére, fókuszába, hol és hogyan fókuszálódik a fény. Mi van akkor, ha a fotós szerint a téma ezúttal nem tárgy, élettelen, épület, cserélet, tájábrázolás, hanem a leginkább magától értetődő téma,
az ember. Hogyan lehet őt, őket ábrázolni? Róla, róluk minél többet elmondani, pusztán a látvány segítségével. Azért tartom csodálatosnak a fotózást, mint minden vizuális művészetet, mert minden alkotás mögött számos tudatos döntés áll, hogy mire irányítom a lencsét, hová fókuszálok, mit emelek ki, milyen fényviszonyt választok, milyen hordozót, milyen szögből, milyen távolságból lövöm el. Számtalan döntés, amelyen egy kép lehet beállított portré, elesett pillanat, akt, vagy éppen szociográfiai töltettel bíró egy képes ürített életesemény, akár társadalom kritika is. Mindezekből a falakon láthatunk példákat. Vannak alkotások, melyeknél a fény árnyék játékat, többletjelentést, vagy a perspektíva szokatlanságra tűnik fel, van, ami a színkontrasztra, vagy a szokatlan méretekre épít, és itt az ember tűnik aprócskának a nagy ipari tárgyak mellett. Látható az állat és ember viszonyát feltáró, a kultúra hagyományőrzés egy-egy pillanatát megörökítő fotó, kimaradhatatlan a gyerek téma, ennél és sok más esetben a hétköznapiság dominál. Különösen tetszenek a falakon látottak közül azok a fotók, melyeknél nem a jelentős utómunkálatokkal lett jó vagy szép egy fotó, hanem a jószemű fotós, pillanatot elleső, szokatlanságot meglátó képességgel jó komponálása tűnik fel a maga tiszta, natúr valóságában. Hadd ajánljak néhány fotót az önök figyelmében név szerint, azok közül, amelyek leginkább megragadták a tekintetemet, amikor először volt szerencsém végigjárni a tárlatot tegnap. Hosszabban időztem el például Diros Erika, Kucsara Tibor, Tuskánépa Perzsébet, Gazsonyi Virág Éva, Ardó László, Monostorinék Rabuszki Éva fényképen jelölt. E ponton szeretném köszönteni külön is a Márvány fotóműhely itt megjelent tagjait. Évek óta figyelem, hogy lehetőségeik, munkahelyi és más elfoglaltságaik függvényében milyen nagy számmal járnak el az itteni megnyitókra, hogy megmutassák magukat, találkozzanak egymással, megnézzék egymás fotóit, és lubickoljanak abban a dicsvényben, amely ilyenkor rövid időre rájuk vetül. Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam, hogy önök meghallgatták, és kérem, hogy tekintsük meg együtt a tárlatot. Biztos vagyok benne, hogy a klubtagok szívesen veszik majd, ha leállunk velük beszélgetni és hobbiukról, a fotózásról. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Kedves hölgyeim, uraim, kedves fotóbarátaim, engedjék meg, hogy megköszönjem a Márvány fotóműhely jelenlévő és a nem jelenlévő tagok nevében, hogy eljöttek a kiállításunkra és megnézik a tárlatot. Külön öröm és nagyon nagy lelkesedéssel jöttük ide Békésre, hiszen most már elmondhatom azt, hogy rendszeresen visszatérünk ide, és szeretnék a jövőbe is visszatérni. Nagyon nehéz ezek után olyan dolgokat újat mondani, amit itt a megnyitó szövegben elhangzott. Igen, igyekszünk a klub életet minden szinten fönntartani. Igyekszünk, és szeretném megemlíteni Varró Júliét, aki a klub alapítója, sajnos már nem lehet közöttünk. Igyekszünk az ő szellemiségét, az ő irányvonalait így halál után is vinni tovább, hiszen ő adta meg azt az irányvonalat, amit mi képviselünk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és fogadjátok szeretettel a kiállításunkat. Köszönöm szépen! Köszönjem meg tényleg ezt a gyümölcsöző kapcsolatot. Azt hiszem már 6.-7. kiállításunkat töltjük így együtt, és a jövőben is nagyon számítok erre a csapatra. Gratulálok a munkához, és hasonló szépeket, jó egészséget kívánok a jövőben is. Köszönöm szépen! Köszönjük Szerkő Katalinnak is a kiállítás megnyitását, és őt is jövőben is szeretettel várjuk, hogy megnyitunk. Megköszönni, hogy minden évben is tápol minket a kiállítások megnyitását és a létrehozását. A Márvány műhely nyelvében fogva
szépen köszönöm! Köszönöm szépen! Tényleg én is akarok tudom mondani, hogy a jelenlő klubtagokkal bátran tessék kérdezni, és nagyon fontos egy dolgot még el tettem mondani, hogy szeretném megköszönni a mezőnövényi Kolon Fotóklub vezetőinek és tagjainak, akik jelenlétükkel megtisztelték a kiállításunkat, és természetesen a Békési Fotóklub tagjait is. Köszönöm szépen még egyszer! Kedves vendégeink, fogadják szeretettel ismételten Színházi Gábor és Kovács Bálint előadásában Krieger Boré című művét, majd tekintsék meg utána a tárlatot.